Azok, akik az előző epizódban az utolsó másodpercig maradtak, jól jártak. Viszont, hogyha lemaradtatok volna, íme ez történt. Bizony, jól hallottátok. A szélnek hangja van ebben a világban. Na de mit is mondott? Jönnek. Mégis kicsodák jönnek? Vajon jók vagy rosszak? Mit akarnak? Egyelőre nem tudjuk. Azonban ez a mai epizódban biztosan kiderül. Ezzel fogunk ma foglalkozni, rettenetesen izgatott vagyok, na de üdvözöllek itt titeket ismételten az 1.19-es Let's Play világom 20. epizódjában. Wow, már 20 rész. Na vágjunk bele! Nem tudjuk, hogy kik jönnek, és nem tudjuk, hogy mit akarnak, de hogyha jön valaki, akkor hát ezen a tavon át kell majd valahogyan kelnie. Meg hát nem érdemes azt sem elfelejteni, hogy szinte minden oldalról egy folyó határolja a csodás kis bázisunkat. Szóval a mai nap építenünk kell egy hidat, ugyanis hát nincs hidam. Got no bridges, úgyhogy a mai nap építünk egyet mindenképpen ide, de ez csak az egyik projekt lesz mára. A csodás álomrózsán körül repkedve vettem észre, hogy kinyílt egy újabb álom. Nem is akármilyen álom, egy rémálom. Úgyhogy nézzük meg, hogy hogyan húztam fel ezt. Hosszú idő után újra ezen a fekete félelmetes szirmon dolgozunk. Itt nőnek a legijesztőbb építmények. A mai nap a Netherre fogunk fókuszálni ebben az álomban, ez egy picike kis építmény lesz. Az előző Let's Play-ben valami, amit nem tudtam megcsinálni, az nem más, mint a Strideröknek a menedéke. Tudjátok, a csúnya kis lényeknek a Netherből. Nos, hát ez a kis kupolás építmény nem lesz más, mint az ő otthonuk. Igyekeztem Nether blokkokat használni, és különböző sötét színeket. Hát nem tudom, hogy egyetértetek-e velem, de szerintem a Striderök azok rémálomba illően csúnyák. Pontosan ezért tökéletes helyük lesz itt a Warden mellett. Igen, van egy olyanom is, hogyha nem láttátok volna azt az epizódot, akkor mindenképpen lessétek meg. Na de hát ahhoz, hogy a Striderök itt otthonosan érezzék majd magukat, kell ide láva, úgyhogy egy csomó-csomó vödörre van szükségem. Most, hogy ez megvan, Nether time! Itt azt hiszem, hogy nem lesz hiány lávából. Puk, 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 puk. És akkor most ide jönnek le egyesével. Annyi dolgunk van ma, majd meglátjátok, el sem hiszem, hogy ilyesmivel foglalkozom. Kész is! Na, most, hogy ezzel megvagyunk, hozhatjuk is a Stridert. Csak előtte még. Mostanában túl könnyűek a találós kérdések. Rengetegen kitaláljátok. Úgyhogy hoztam ma egy kicsit nehezebbet. Zöld és csillog, körbe táncol. Hangja édes, tán viháncol. Csiling-csiling, hoppott is egy. Ki sokat öl, az szerzi meg. Mi az? Kis segítség, nem látjátok a képernyőn jelenleg, és nem foglalkozunk vele a mai nap. Valamint az előző résznek a sztár megfejtője Zsófia volt, igen, a gáztra gondoltam. Köszönöm. Ami kell a láva lényekhez, az nem más, mint pár bot, valamint pókfonál. Igen, igen, egy horgászbotot fogok csinálni, a pókfonalat pedig itt találom. Remek. Oké, egy darab fog kelleni. Kék gombát pedig, ami kell is, pontosan itt találok hozzá. Nagyon szuper. Na és akkor nincsen már más dolgunk, mint találni néhány ronda párhajszálas barátot. Ez egy önként jelentkező, vagy micsoda? Szerencsére nem kell annyira messzire menni, itt a portálunk mellett is van egy darab. Na hát, akkor most itt valahogyan föl kellene ide hozni. Oké, ide, lejövünk, szuper, és puty, remek. Na most akkor egy ilyen barátra lesz szükség. Nem, te nem vagy a barátom. Elinnét, tehát Fajti, így szépen, oké, felültünk a hátára, nagyon szuper, és közben lángokban vagyunk, igen, ilyen az életem is. Most viszont elindulok vele, és hó, de gyors, nagyon-nagyon jó, nagyon imádom. Oké, szerezzük meg az achievementet, ugyanis ez lesz az egyik másik dolog, amit fogok a mai nap csinálni, hát advancementeket fogok szerezni. Oké, nagyon bírom a kis csákút, de haza kell vinnem, úgyhogy szépen elkezdek felépíteni. Hát mondjuk így innen, maradj itt kis pajtás, ne menj messzire. És hogyha itt elindulok, akkor elvileg már nem sokáig leszek lávában. Szemmel tartalak, ne menj sehova.
Hallod? Elvileg, hogyha a kezemben tartom ezt a botot, akkor nem megy el, itt marad velem. De szerintem ez egy tökéletes alkalom arra, hogy felolvassam a résznek a kommentjeit. Itt van például Lenni Akarok, aki azt írta, hogy köszi az új részt, csodálatosan építesz, és továbbra is maradj ilyen pozitív, értékeljük a munkásságodat. Nagyon szépen köszönöm, igyekszem pozitív maradni. A mai világban sokszor nehéz helyzetben vagyok emiatt, de mindig igyekszem, és igyekszem nektek is pozitív élményeket adni ezekkel a videókkal. Valamint Arx Fox azt írta, hogy nagyon jók a videóid, Pörki, nagyszerű élmény a húgommal nézni őket, csak így tovább. Köszönöm szépen Arx Fox, és nagyon örülök neki, hogy a húgoddal, családdal, stb. Nézitek a videókat, ez szuper. Sőt, tudod mit Arx Fox? Ennek örömére rólad fogom elnevezni ezt a Stridert. Ő itt nem lesz más, mint Arx Fox. Nem nagyon szoktam ilyet csinálni, viszont legyen az, hogy azok közül, akik választodnak az előbbi kérdésemre, kiválasztok egy embert, akiről elnevezem a következő kis Striderünket. Mit szóltok hozzá? Őt viszont szerintem egyelőre jobb lenne, hogyha bezárnám ide. Maradj szépen ott, kis barátom, maradj ott. És akkor hozzunk még egyet, akit majd a következő epizódban el is nevezhetek rólatok. Ez így hosszadalmas lesz. Gyerünk, mász, mász. Na, és most, hogy mind a ketten itt vagyunk, menjünk szépen. Oké, nincsen más dolgunk, mint ezen a hegyen felmászni, úgyhogy nem érünk hozzá a vizekhez. Hát, ez nem lesz egy nehéz feladat. Wow, száguldunk! Ó, igen, és egy pillanatig se féljetek, srácok, kipróbáltam előre, au! A Warden annyira messziről nem érzékeli a Stridereket, tehát nem fogja őket bántani. Azt viszont látom, hogy ide fog kelleni még egy extra réteg, hogy ne tudjanak kimászni. És ahogyan ígértem is... Pak. Ezt még azelőtt megöljük, hogy gondokat okozna. És már visszük is az egyelőre névtelen barátunkat. De ő csak így idáig, ugyanis terveim vannak vele. Gyere szépen, ide lemegyünk. Úgy, ott maradja. Én meg előkészítem a lávatavat a másik világban. Oké, elvileg meg vagyok. Ami számodra, barátom, csupa jót, mókát és kacogást jelent. Na, gyere szépen ki ebből a gödörből, au! És irány a vonal. Na most akkor ide beállunk, és hogyha elvileg ezen végig megyünk, akkor megkapjuk az egyik legjobb achievementet. Remélem, kérlek. Ez az, éppen hogy srácok az utolsó blokkon. De meg lett, nagyon-nagyon szuper. Ez igazából csak annyit jelent, hogy sétáltunk 50 blokkot lavában, a rendes világban és nem a Netherben. Na de ideje őt beterelni szépen az otthonába, úgy-úgy oda befelé, és így megvannak mind a ketten. Azonban beszéltünk itt egy nagy-nagy hídról is, aminek lassan ideje nekiállni. Ez viszont tudjátok, hogy mit jelent? Rengeteg követ kell szednünk. És a kőszedésre a legjobb módszer nem más, mint a jelzőfény. Imádom a hangját. Tegyük is le. És akkor meg is van. Én mondom nektek, ez a legjobb. Na hát akkor, áskálódjunk. Let's go! Most, hogy ezzel megvagyok, úgy érzem, hogy itt az ideje nekilátni a dolgoknak. Tehát ez a híd az nagyjából erre az oldalra fog itt átvezetni, és egészen onnan fog indulni. Na most egy kis spoiler. A történetünk szerint nem kell végigépítenem ezt a hidat, mert... majd meglátjátok. Valamint, hogyha idáig eljutottatok a videóban, akkor hadd kérjelek meg titeket, hogy lájkoljátok ezt a tartalmat. Rengeteg munkát ölök az ilyen nagyobb építős projektekbe, és kisegítenétek a YouTube algoritmusával. Igazán köszönöm. Szerintem, amikor hidat építünk, akkor nagyon fontos, hogy hozzáigazítsuk az építményünk és a környezetünk hangulatához azt a hidat. Nos, én itt most kőből fogok dolgozni, és pont azért, hogy stílusra hasonló legyen, de színre más, tehát sok fodros formát fogok használni, hogy nagyon ilyen virágos legyen, viszont nem akartam zöldet, rózsaszint és egyebeket használni ehhez a projekthez, hiszen szerintem azokat már eléggé kimerítettem ebben az építményben. A következő rész az nagyon érdekes lesz, ugyanis ki kell jelölnöm a hídnak a pillárjait, a hídnak az oszlopait, na hát ez jó lesz, viszont eléggé sok munka. Itt is szeretnék fodrokat, köröket és ilyesmiket használni. Ezeket gyorsan megcsinálom, és akkor utána talé. Oké, igen, sajnos egy-két liliumot azt ki kell szednem majd, mert útban lesz, de nézzétek, nagyjából így fog kinézni. Nem látjátok benne azt, mint én? Jó, oké, akkor megcsinálok gyorsan még egyet. Oké, meg vagyok, tehát most már biztosan látni fogjátok benne a hidat. Íme.
Még mindig nem? Na jó, oké. Egyezünk meg abba, hogy megcsinálom az összeset, és akkor utána akkor megmutatom nektek, hogy fog kinézni. Remélhetőleg addigra már látjátok majd benne azt, amit én. Bup-bup, itt vagyok újra. Szóval, szerintem így már azért lehet látni. Tehát itt lesznek az oszlopok, itt pedig a boltívek, ugye végig ezek itt az oszlopok. Most egy nagyon érdekes rész, ugyanis különböző anyagokkal fogom kitölteni, hát ezeket a kereteket. Tehát például lesz egy csomó kövem, amiből itt van egy egész inventory, és akkor még emellett Deep Slate-et is szeretnék használni, úgyhogy szerintem azt is veszek magamhoz. Arra gondoltam, hogy mennyire jól néz neki, hogyha ezeket a belső részeket sötétebb blokkokkal csinálnám meg, mint a külsőket, az úgy ad neki egy ilyen extra árnyékolást, valamint egy picikét, hát így érdekesebben fog majd kinézni. Na most akkor nincsen más dolgom, mint összekötni a vonalakat ezzel a Deep Slate-tel. Nagyon-nagyon remélem, hogy lesz elég nálam meg itt fent, a fenti kis shulker boxokban, mert hogyha nem, akkor vissza kell mennem mindenképpen a bányába. Hát azt meg nem nagyon akarom, még annak ellenére sem, hogy találtam egy hatalmas nagy láskévet a bázisunk alatt. Mert hát nem szívesen szakítanám meg a jó kis munka folyamatokat. És akkor most jön a kő. Bizony. Így né. Ennyire vékony lesz a belseje, és akkor remélhetőleg még mobok sem fognak ide spónolni. Nagyon idegesítő lenne. És akkor először csak ekkora magasságban fogom felhúzni, ugyanis itt jönnek majd a díszek itt oldalt. Na hát akkor jelenleg ez így fest, és akkor mindegyiket megcsinálom gyorsan. Tessék! Kitöltöttem. Na, most jönnek a díszek és a fodrók odafent. Ehhez égettem ki egy jó pár követ. Sőt, még rakok is be egy pár stacket. Na, ez húzós lesz. Puk, 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 puk. Puk. Szerintem túl sokat pukkolok ebben az epizódban. Oké, hát emlékeztek arra, hogy azt mondtam, hogy nem lesz túl sok moba ebben a hídban? Tévedtem. Tele van mobokkal. És nem is tudom, hogy bemerek-e én ide ugrani. Oké, tehát ki kell világítanunk. Ez kicsit sem veszélytelen. Oké. Lehetőleg egyesével. Egyesével, kérem szépen. Ne sokasával. Na mondjuk igen, a csontvázak az egy külön történet. Hello! Ó, csak egy gyors update, ugye így néz ki most ez az egész, ott a végét majd még egy kicsikét megpróbálom megformázni, hogy sokkal inkább így lebontott hangulata legyen, meg szerintem egy kis szekciót így ide rakok, egy pici részt még, mint hogyha ténylegesen leomlasztották volna az egészet. Egy-két extra dísz. Egy-két fodor, és akkor szerintem már készen is leszünk. A fodroknak az elkészülésével pedig végre jöhetnek a virágos ládák, amiket egyébként mindenképpen meg akartam csinálni. Na most, hogy erre mit fogok rakni? Nagyon jó kérdés. Szerintem mondjuk egy rózsát, meg mondjuk azálea leveleket. És köréne már talán valami csapóajtó, mondjuk nem is tudom, spruce fából. Tökéletes. Az utolsó simítások jönnek, és utána kész is lesz a hídunk. Már nagyon várom. Még egy picikét szeretném textúrázni az oldalát ennek a résznek, de aztán megleszünk. Egy pár órámba került, de imádtam. Na, let's go! Hello! Újra itt vagyok, és elkészültem a híddal. Hoppá, mi ez itt? Na hát, néhány teljesen egyértelmű hiba mellett, mint például kihagytam ott egy-két blokkot, kijavítottam még a textúrázást is. Hogyha egy picikét közelebb jövök, akkor már is látjátok, hogy használtam egy kevéske kis tufát is, valamint raktam bele még lépcsőt a falakba, hogy ne legyen annyira sima és igazából egydimenziós. Valamint, amit még tehettem a hangulatosság érdekében, az, hogy raktam ide néhány vízililiumot. Ezek nagyon ide illenek, ráadásul ezek a rózsaszín virágok feldobják a szürke falakat. Ó, akkor szintén valami, amit lehet, hogy még nem vettetek észre, ezekbe a boltívekbe raktam egy-egy ilyen díszt, szerintem ez nagyon feldobja. Na de hogy hova vezet ez a híd? Hát ugye ezt említettem, hogy a karakterem soha nem fejezi be, ugyanis meghallja ismételten a szellőt. Jönnek, mondja a suttogás. Nos, igen, de vajon kik jönnek? Mi van, hogyha gonoszok? A legjobb döntés a hídnak a félbehagyása volt. Ó, és még gyorsan, szerintem egy eléggé vicces dolog. Miközben készült a híd, egy kis laggot érzékeltem, amikor ebbe az irányba néztem, és hát azt hiszem, hogy sejtem, hogy mi okozza ezt. Igen, egy kicsikét a falusi szaporítónk...
Hát maradjunk annyiba, hogy túllőttem a célon. Őszintén úgy gondolom, hogy nem tudok annyi minecartot biztosítani, mint amennyi falusi ott van. Nem tudom, csináljunk mondjuk egy 12-t. Az is jobb, mint a semmi, nem? Oké, egyelőre betöltök ide 9-et, aztán lássuk, hogy mi lesz ennek a vége. Oké, tehát akkor a következő történt, itt csináltam egy örök mozgót véletlenül. Jó. De hát lényegében, oké, hogyha ide feltologatom őket, akkor abból ugye nem lehet baj, elvileg nem. Ez így nem mehet tovább. Ki kell találnunk valamit. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy... mi? Oké, nem. Mi ez? Nem tetszik ez a hang. Mégis mi folyik itt? Oké, mi ez a... Hello? Segíthetek? Oké, nem tudom, hogy mik ezek, de ketten vannak. Nagyon jó lenne kitalálni, hogy mit akarnak, de nem tűnnek túl beszédesnek. És hát, hogyha őszinte akarok lenni, akkor barátságosnak sem. Mi az a zöld füstöt a szemükben? De vajon mégis mi lehet a szerepük ebben a világban? Mégis miért vannak itt és mik ezek? Hagyom, hogy ezeket megtippeljétek, srácok, kommentben. Addig én megmutatom nektek, hogy hogyan készültek. Let's go! Annyit elárulok segítségként, hogy őket eredetileg is ide terveztem, viszont a napokban szembe jött velem egy concept art, egy rajz, ami nagyon tetszett, és az alapján megépítettem a saját kis verziómat ebből a lényből. Túl sokat nem akarok róla mesélni, inkább azt mondanám el, hogy hogyan húztam fel. Minden blokkot előre előkészítettem, tehát például lehántoltam a fákat, összeszedtem a deszkákat, minden nálam volt készen az inventorimban, és nekiálltam az építésnek. Na most nyilván, amikor az ember előre megtervezett lényekkel dolgozik, akkor sokkal egyszerűbb, hogyha a saját építményét blokkról blokkra lemásolja ebbe a világba, úgy, hogy ezt tette. Szépen látjátok, hogy épül a lényünk, akit úgy hívnak, hogy álomgólem. Higgyétek el nekem, ez nem mondja el a szerepét, úgyhogy nyugodtan próbáljátok megtalálgatni. Egy másik nagy kedvencem a bot, amit tart a kezében, aminek a végén van egy picike koponya. De, mint láttátok, nem volt belőle elég egy. Jöhetett egy második a másik oldalra. Itt mindent fordítva, tükrözve építettem meg, tehát végül a jogar is a másik kezébe került a kis koponyával. Viszont az álomgólemek elkészültek. Na most tényleg erre kell visszajönnöm? Komolyan? Mit csinálsz azzal a lámával, he? Na jó, hát ez szemétség. 6 emerald, 1 darab kék jégért. Tudod mit? Ezért cserébe segítek neked lemenni innen. Úgy. Wow, ez egy varázsló volt, nézzétek, kámforrá vált. Tehát a mai nap még nagyon-nagyon szerettem volna gyűjtögetni, és az egyik olyan dolog, amit gyűjtögetni lehet, az nem más, mint a lemez. Ezt például az egyik streamben találtuk meg, viszont például a pickstep sincs még meg. És hát vannak olyan lemezek, amiket egy érdekes módon lehet megszerezni. Nekem van egy tök jó technikám, amivel szerintem nagyon hatékonyak lehetünk. Pisztonok és egy nyomólap. Hogy micsoda pörki, mégis mit akarsz ezzel? Na, majd éjjel meglátjátok. Addig viszont felállíthatnánk a csapdánkat mondjuk így ide. Ez így egy tökéletes helyszín, és akkor szépen ide körbe lerakom mind a négyet, ezután pedig ide teszek egy ilyet, és hogyha minden igaz, akkor ez... oké, majdnem. Ennek még kell a tetejére egy ilyen. És most esetleg ez az, oké, most tökéletes. Annyira tökéletes, hogy most én sem tudok kijönni. Na jó, várjatok. Így, né. Ennek a csapdának a lényege, hogy ide belecsalok egy csontvázat, aki megpróbál majd engem meglőni a nyilaival. Amit viszont nem tud, hogy egy creepert fogok hozni magam mögött, akit végül majd eltalál. Hogyha elégszer eltalálja, akkor a creeper kidobja a lemezt. Ezzel a módszerrel egyébként nem lehet az összes lemezt összegyűjteni, de jó párat így lehet megszerezni. Hát most már csak az éjszakára kell várnunk, úgyhogy legyünk türelmesek. Mindjárt lemegy, már csak percek kérdése. Azt hiszem itt az idő. Persze, az jön először, akire nincsen szükség. Oké, megvan a csontváz, gyere szépen, most már csak creeperökre lesz majd szükség. Gyere! Úgy belesétálsz egyenesen a csapdámba, tudom én. Nem, ez okosabb, mint gondoltam. Miért nem akar belesétálni? Sétálj már bele! Na, majdnem! Ez az! Ne. Most nem tudom eldönteni, hogy sikerült-e vagy sem.
Uram? Oké, bent van szerintem, ez az. Jó, akkor most már csak creeperök kellenek. Gyerünk, máskor minden tele van velük. Ilyen messziről kell hoznom őket. Remélem, hogy addig nem diszponol a kis pajtás, mert nem hoztam most éppen némteget. Gyertek. Oké, közben szépen lesebzem őket, mindegyikbe beleütök szigorúan csak egyet. És amikor jövök, gyere, lőd meg, ez az, lőd meg. Menni fog csonti, tudom jól, hogy menni fog. Ez az, ott is egy csontvász, na még talán ő is besegít. Ez az, gyerünk, valaki. Azt hittem, hogy ez ennél könnyebb lesz. Megvan az egyik, ez az, enyém. Jaj, ne, hagyd békén. Ez az, gyerünk, nem. Menni fog. Ó, yes, ez az. Sündisznó vagyok. Áú. És talán még egy harmadikat sikerül oda csalnom. Gyere szépen. Gyere. Adok egy ilyet, csak a útra való. És akkor te meg el innen. Gyere csak szépen közel. Így. Ez az. Ó, egy lövés meg volt. Még egy lövés. Ne! Ja, hát ez kuka. Ezen az egy csodás éjjelen kettő különböző lemezt is sikerült összeszednem. Ha ez most kajak bele, belesétált. Biztosan, mint hallottátok már a mondást, hogyha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez, vagy valami ilyesmi. Na, és akkor most ugyanezt képzeljétek el, csak csontvázakkal, valamint creeperökkel. Most a creeper van itt, és a csontváz van ott. Ez az, sikerült, oké, és az ott egy harmadik lemez, nagyon szuper. És már itt sem vagyok. Viszont egyelőre ennyi lemez elég lesz a gyűjteményünkbe. A gyűjteményemet megmondjuk, ide leteszem. Azonban, kedves papagájok, itt az ideje, hogy elköszönjek a mai napra. Nagyon-nagyon élveztem ezt az epizódot. És ennek megfelelően írtam egy feljegyzést is. Olvassuk el. 20. bejegyzés. Jönnek. A szellőnek hangja van. És azt suttogja, jönnek. A mai napon végig ez a szó járt a fejemben. De kik jönnek és mit akarnak? Én, mint jóhiszemű papagáj, tárt karokkal akartam üdvözölni az érkezőket, ezért az egyik frissen nyílt álombimbó megvizsgálása után rögtön nekiálltam egy híd felhúzásának. Azt akartam, hogy a struktúra passzoljon az álomrózsa formáihoz, így igyekeztem fodrosra és díszesre elkészíteni. Azonban, amikor a szellő hangosabban kezdte suttogni a rémisztő jönnek szót, átgondoltam a tervem és végül sietve félbehagytam a munkálatokat. Ellátogatva a barlangba, ahol a helybéliek húzták meg magukat, igencsak nagy népességszaporulatot tapasztaltam. Őket el kell majd helyezni. Ami viszont az estét illeti, murajlásra lettem figyelmes. Az álomrózsa körül megjelent két hatalmas lény, akiket álomgólemeknek kereszteltem. Vajon védik a rózsát, vagy a támadást készítik elő? Vajon ők azok, akik jönnek, vagy fel kell készüljek valami másra? Egyelőre nem tudom, viszont hamarosan a következő epizódok egyikéből kiderül. Addig azonban ne feledjétek, a tea mindenre jó. Hamarosan újra találkozunk. Na hellóka, sziasztok, pápá!